Estét kívánok mindenkinek! Ez a 2B galéria most kivételesen a Magyar Zsidó Kultúrás Egyesület Füstmilán páholya, mert mindig máshova megyünk, csak hogy megtévesszük a közönséget, de úgy látszik, ide találtak. És azt gondolom, hogy természetesen véletlen, de egy olyan kiáltás vesz körül bennünket, amelyik akár illusztráció is lehetne a ma esti beszélgetésnek. Én hosszan nem szeretném az idejüket rabolni, mert olyan vendégeink vannak, akik mindenkit szóval fognak tartani. Egy dolgot szeretnék csak bejelenteni, egyértelműen és világossá tenni, azt, hogy ma este itt vannak, találkoznak Keleti Évával és Szalka Klárával, és Kincses Károly és Winkler Nórával, és látni fogják Keleti Éva képeit. Nem ment fel senkit, hogy elmenjen jövő héten kedden a műcsarnokba a kiáltás megnyitására, és megnézze Keleti Éva életmű kiáltását. Tehát ne érezzék felmentve magukat, viszont érezzék jól magukat. Elveszítek a mikrofonokat, és akkor mindenki tud szólni, és akkor az nem akarok beszélni. De fogsz. Az így fogsz. Akkor jó estét kívánok. Köszönjük szépen a felvezetést, és köszönjük, hogy eljöttek erre az estre. Én is azzal kezdtem volna, hogy december 11-én az Évának életmű kiállítása nyílik a műcsarnokban, és ez a ma esti kerekasztal beszélgetés pontosan így lett eltervezve, hogy felvezesse majd ezt a teljes életművet bemutató kiállítást. És aztán tovább gondoltuk, hogy mi minden fér bele egy estébe, és én nagyon örülök, hogy az Éva hosszú és nagyon, nagyon színes életműve kapcsán utána még egyel tágabb dolgokon is gondolkodhatunk, és az, hogy milyen mozgástere volt a zsidó származású fotográfusoknak a múlt században, a 20-as években, hogyan változott meg ez a közeg mondjuk a 40-es évekre, hogy nézett ki a 60-as évek, tehát hogy ilyen nagyobb időtávakba megnézzük, hogy hogyan működtetek, hogyan dolgozhattak, mennyire volt kreatív és inspiráló a közeg, vagy mennyire volt fullasztó és szorító, és hogy mi van annak a hátterében, amit tényleg túlzás nélkül állítható, és nem egy olyan dolog, amiben a magyarok szeretik azt gondolni, hogy a magyar tehetség az a nemzetközi tehetségnél is jelentősebb tehetség, de az, hogy a magyar fotó mennyire fontos a nemzetközi fotótörténetben, az elvehetetlen, és ez a magyar fotó, ez nagyon nagy részt magyar származású zsidó fotósok által létrehozott életművek. Úgyhogy az Éva ennek az estének a főszereplője, és az Éva kapcsán szeretnénk majd egy kicsit előre is és hátra is menni, a Klára segítségével megidézni azokat a mestereket, akiktől az Éva tanult, és a Karcsit pedig arról fogom kérdezni, hogy tényleg hogy néztek ki a 20-as évek, 40-es évek, és hogy a magyar fotós emigrációba egyébként miért volt annyira sok nő. Szóval, hogy körülbelül ezekre lehet számítani. Az Évával szeretném kezdeni, és egy kicsit azzal a helyzettel, Éva, hogy akármilyen életkorú emberrel beszélek, és ez engem nagyon megnyugtat, mindenki vagy a felének érzi az életkorát, vagy a negyedének érzi az életkorát. A szüleim, amikor a barátaikról beszélnek, akiket egyetem óta ápolják ezeket a barátságokat, akkor mindig azt mondja, hogy ja, igen, ez egy olyan helyes fiú, mondja egy 70 pluszos emberre. És én is nagyon sokszor azt gondolom, hogy igaziból még talán 20 évesre vagyok. Tehát, hogy amikor van egy ilyen nagy egység és visszanézés, akkor te otthonos vagy abban, hogy ekkora időt nézel, vagy neked is van olyan érzésed, hogy atya úristen, hát ez hogy lett ekkora életmű? Jó estét kívánok! A kérdés nagyon egyszerű, mert én mindig azt mondom, hogy annyi éves vagyok. Szóval annyi éves vagyok, amennyinek aznap érzem magam, most körülbelül 250-nek, mert a műcsarnokból jöttünk. De meg kell mondanom, hogy ez a kérdés a kiállítás válogatása, összeállítása, illetve a könyv készítése közben sohasem merült fel. Inkább azon csodálkozom, hogy ezt is én csináltam, vagy azt is én csináltam.
És mondok egy példát, hogy megesküdtem volna, de az életemet tettem volna rá, hogy én Rákosi Mátyás soha az életben nem fotografáltam. És egyszerre csak elém jött egy képsorozat, nem is olyan nagyon rossz, ahol ilyen magyar ruhás lányok között ül Rákosi Mátyás, kedvesen beszélget vele. Mai napig esküszöm, hogy ezt nem én csináltam, de a tények másképp szólnak. Ugyanígy van olyan képen például egy orvosi műtőben, amire szintén megesküszöm, hogy én műtőben az életben nem voltam. Úgyhogy furcsa dolog ez a kor, hogy az ember mit felejt és mit nem felejt. Vannak bizonyos képek, aminek a történetét nem lehet elfelejteni, és vannak olyanok, amik valószínűleg az alkotóba se hagynak mély nyomot, tehát nem biztos, hogy fontosak, bár mások szerint fontosak. Klárát hadd kérdezem, nálad is van mikrofon, ugye? Nézzük meg, hogy szól-e. Nem. Ez szól. Jó. Hogy nagyon régóta ismered az Évát, nagyon régóta vagytok jóban, most mondtatok, hogy most a műcsarnokból jöttetek, amiért az Éva éppen 250 évesnek érzi magát, hogy mit mondanál, ez direkt nem az Évától kérdezem, de az Éva előtt azért megkérdezhetem, hogy mi az, ami az ő életművébe különleges, mi az, ami az ő látásmódjába, az ő munkamódszerébe a legizgibb? Ez most nagyon jó kérdés, ezt szokták mondani udvariasan a riportereknek, hogy ez nagyon jó kérdés, de ez tényleg nagyon jó kérdés, mert kapcsolódik ahhoz, amiről szó volt, ugyanis most már tudom, hogy mi ez a fontos kulcsszó, az életigenlés. Ez sugárzik az Éva életművéből, és remélem, most már úgy látom, hogy ez sikerült is, hogy ez a kiállításból is, illetve egy nagyon szép könyvet is sikerül megjelentetnünk a kiállításhoz kapcsolódóan, abból is látszódni fog. Tehát nincsenek megszépítve a dolgok, nincsenek eltagadva a dolgok, vannak szomorú történetek, vannak tragédiák, van fájdalom, de ezt mindig fölülírja az életigenlés. Úgyhogy ezt azt hiszem, hogy nem csak fotográfiában, hanem életvezetésben is el lehet tanulni az Évától. Én igyekszem. Mert most én is olyan 150 éves vagyok. Ehhez nagyon sok képét kellett nézned, hogy ez összeálljon. Igen. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy nézel egyet, és abból rögtön érezni azt az attitűdöt, hogy ez a nő, nem. Aki ezt csinálta, az azon kívül, hogy dokumentál valamit, mégiscsak valami olyan aspektussal dokumentál, hogy abban nagyon sok pozitív. Nem, ez a fantasztikus ezekben a nagy analóg életművekben, hát ezt a Karcsi nálam szerintem jobban tudja. Mondjuk nekem néhányat volt módom áttekinteni, Hemző Károllyal foglalkoztam nagyon sokat, nagyon sok művét, mondhatom, hogy láttam az életművét. Az Éváira ezt nem merném mondani, mert állandóan dobozokat talál otthon, tehát gyanús, hogy de azért nagyon sok mindent láttam, és amikor már nagyon sok mindent láttam, akkor fogalmazódik meg bennem. És olyan érdekes, hogy tényleg annyifélét fényképezett olyan hosszú időn keresztül műfaj, téma szempontjából, és mégis valami össze tudja kötni. Ebben magadra találsz az életigenlésben? Igen, az az érdekes, hogy tulajdonképpen én is nem olyan régen szembesültem vele, amikor megnéztem a könyvet és végiglapoztam, és akkor olyan nagyon titokban is tulajdonképpen először csak magamnak azt mondtam, hogy te neked egy boldog életed volt, te egy pozitív ember vagy, és pozitíven nézed, ugyanakkor bizonyos dolgokban halálpesszimista vagyok, és kisítő, és millió egy gátlással rendelkezem, amit nehezen tudnának elírni, de ez így van. És valahogy úgy egybe, olyan, mint egy hullám, ami elindul, és olyan kellemesen megy tovább, és olyan jó érzés. Kínos az emberek a saját magáról beszélni, de kívülállóként végig tudtam nézni a könyvet, és úgy érzem, hogy ez egy pozitív könyv. Nagyon bólogatták, Karcsi, amikor arról volt szó, hogy életigenlés, hogy ez egy olyan minőség, ami amúgy ritka, vagy az Évára nagyon passzent szerinted? Ráadásul nem is ott kezdtem el bólogatni, hanem még a... Nekem olyan, mintha szólna. Én átbeszélem a teret, hogy csak kell, de... Mindegy.
Szóval, hogy ott kezdtem el bólogatni, amikor a Klári azt mondta, hogy nagyon sok képet kell megnézni, mert hogy valóban így van, 40 évig voltam fotomuzeológus, vagy vagyok még most is talán, és azt látom, hogy a jó agy úgy működik, hogy töltődik bele minden, például a Rezma Marianhoz egy teljes éven keresztül minden kedden jártam, az egész délelőttömet ott töltöttem, hogy földolgozzam az életművét. Mondjuk el, hogy mi... A Rezma Marianról sokat fogok mesélni, csak nem akarom most elvinni a dolgot, és olyan negatívokat, olyan kontaktokat, olyan kisképeket láttam, amit ő maga sem tudott, ugyanúgy, ahogy az Éva. Nem, és az emberben, amikor nagyon sok belefolyik, akkor ha olyan elme, akkor elkezd automatikusan strukturálódni. Tehát kihoz olyan súlypontokat, kihoz olyan új szempontokat, amik nem is voltak benne a fényképész addigi életében. A Rezma Marian 78 évesen azt mondta, hogy Károly, megcsináltál egy új Mariant. És ez ebben tényleg így is volt, mert az a akkor még Munkásmozgalmi Múzeumban kiállított képe, kiállítás, ahol a testvérével, a Rezma Jánossal együtt megcsináltuk, az nem a Pikler otthonban gyermekfényképész, zenész portrékat fényképező Rezma Marianról szól, hanem arról, aki a Péter Gáborhoz fűződő személyes kapcsolata révén kivihette a letartóztatott szálasit 46 telén Budapesten a romokhoz, és ott lefényképezhette őt, ahogy a lebombázott, ahogy fölrobbantott Lánchídnál, a lebombázott várnál máshol áll. És ez a zsidó asszony, aki azt megelőzően 4 éven keresztül bujkált, hogy el ne vigyék, és úgy félt a szálasitól, mint az ördög a tömjénfüsttől, nem merte megszólítani a fogmegek által szorosan körülvett szálasit sem. Összesen egyet mert tőle kérdezni a legvégén, hogy mit szól ehhez, és akkor a szálasi ilyen pökhendien azt mondta, hogy így védték hős fiaim a hazát a fölrobbantott Lánchíd előtt. Na most ezek az élmények csak akkor jönnek elő, hogyha az ember elegendő képpel rendelkezik az alkotótól ahhoz, hogy talán néha többet is tudjon, mint maga a fényképész. Éva, neked, vagy akartál valamit, Klára? Csak mondtam, hogy nagyon így van, és annyira örülök, hogy igen, ez a tapasztalat. Tehát, hogy emiatt ez nekem szívügyem is, hogy itt nem volna szabad szemelgetni ezekből az életművekből, szétszedni, csak kivenni mindig a divat szerint egy-egy részt, hanem ez őrült nagy munka, hát ezt aki foglalkozott vele tudja, de csak így jön ki belőle valami fontos és érdekes. Éva, amikor most hallgattad a Karcsi történetét a Marianról és a Mariannak erről a szálasi fotójáról, ami egy nagyon erős és nagyon sűrű... Emblematikus kép. Igen, hogy neked is ilyenkor jönnek azok, amik ilyen... Mindent vívő nagy pillanatok voltak, nagyon fontos dolgok, és ha vannak ilyenek, akkor mik azok? Ezt ketté kell bontani, mert általában az ember abban a pillanatban, én legalábbis nem tudom, hogy ez most egy nagy pillanat volt a számomra, vagy mint fotográfus. Az más, hogy mint egy nagy esemény volt, és azt én meg tudtam örökíteni, mert az a kötelességem. Tehát ez a... történet a Rezma Mariannal, ez a történelemnek, az életnek egy olyan furcsa grimassza tulajdonképpen, hogy egy zsidó asszony nem tudom hány évi retteg, és ott áll szembe, és nem tudja megszólítani. Tehát sokkal finomabb mondjuk példát tudnék mondani, hogy és csak a kultúra területéről tudom, hogy sok-sok évvel ezelőtt az 50-es években kezdő riporterként adódott, hogy az Yves Montanddal álltam szembe egy társaságban, fotografáltam is, és
és a néma hal az én voltam, tehát millió egy dolgot tudtam volna kérdezni tőle, tehát minden pillanatnak megvan a maga szépsége, megvan az a idézőjelben munka pillanata, és megvan az emberi pillanata. Na most ezek a sok-sok kicsi pillanatok, vagy nagyobb pillanatok rakódnak össze, és történt meg velem most, hogy újra kezdtem fotografálni, hogy egész másképp nézem az embereket. Tehát másképp nézem, mást látok bennük, más a fontos, és borzasztó kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz a visszhangja, hogy látszik-e ez, hogy egy másik Kelet Éva született, vagy születőben van, vagy csak én gondolom ezt. Pontosan hány éve is van, hogy te fotózol? Tudom, hogy volt egy mondásod, hogy egy ponton abba hagyod, és én azért örülök, hogy most ezt újra kezdted, de hogy hány évnyi anyag ez? 1951 óta, de van egy 22 éves szünet. És ez a 22 éves szünet tört meg most, ez év február körülbelül, és azóta én készítettem hát majdnem 60 portrét, de ennek egy olyan pici előjátéka volt, hogy egy olyan szituációba kerültem, hogy telefonnal elkezdtem fotografálni, és akkor ráéreztem arra, hogy ezt tulajdonképpen nem lehet abba hagyni. Akkor nekem abba kellett hagyni. Tehát bocsánat, hagyd mondjam el. Éva megmutatta a telefonképeket, és azt mondta, te annyira hiányzik a fényképezés. Hát akkor fényképezé van. Igen, szóval az életnek össze kell jönni. Lehet, hogyha ez nem történik meg, hogy nem jön egy telefon, akkor egész másképp, különben is a telefonok az én életében elég fontos szerepet játszanak meg a véletlenek, hogy így kellett történni. Tehát ez volt megírva. Ha visszagondolsz az elejére, de lehet, hogy menet közben is mondasz ilyen embereket. Ki volt az, akitől a legtöbbet tanultál azt a részét ennek a szakmának, ami egyáltalán tanulható, mert a nagy tartomány szerintem arra nincs magyarázat a tehetségre, meg az érzékenységre, de szóval ki az, akit mondanál, hogy ez fontos mestered volt? Én nekem a Vadas Ernő volt a mesterem, de én nem merem őt egyedül tekinteni mesteremnek, mert tulajdonképpen még két ember volt, aki nagyon-nagyon nagy szerepet játszott az életemben, mint fotográfus, az egyik a Langer Klári volt. Az Ernő bácsitól meg lehetett tanulni mindazt, ami rossz a szó, hogy technika, tehát meg lehetett tanulni fotografálni. A Kláritól meg lehetett tanulni az emberséget, a humanitást, az emberekhez való viszonyt, azt a kapcsolatteremtést, amit én megéreztem, vagy sikerült átörökítenem magamba. És a harmadik egy kissé már elfelejtett fotográfus, a Hollenzer Béla, aki sajnos, hogy 56-ba elment, és eltűnt a magyar fotográfia egéről, mert állítom, hogy az egyik legnagyobb egyéniség volt, akitől kitartást, türelmet, a témára való ráharapást, hogyha engem valami egyszer érdekel, akkor azt addig nem engedem el, ameddig nem érzem azt, hogy megvan, tehát ki lehet pipálni. Nem tűnt el, Éva. 56-ba diszidált. Pont tudom, és hazajött aztán, és agydaganata volt, és meghalt. Úgyhogy. Illetve agydaganatot kapott Kanadában, elfelejtett angolul, csak magyarul tudott, és ezért a családja úgy döntött, hogy hazahozzák, hát ha a magyar hogy környezetben. Idehaza, igen, igen, de nem sajnos. Bejárt akkor még az MTI-be is hozzánk. Igen. Hogy mondjak egy pici történetet a Hollenzer Béláról, hogy egyszer kimentünk fotografálni, mert ugye úgy kezdi az ember a pályát, hogy samesz, tehát viszi a táskát, lámpát, gépet, hoz uzsonát, szóval ahogy egy inasnak kell lennie. És a Hollenzer Béla kapott az MT-be egy feladatot, hogy fotografálja le az Árpád hidat. Na, hát a Bélának ez nem volt egy feladat, hanem felmentünk az elektromos pályára, ami ott van közvetlenül a híd mellett, és megvártuk azt, amíg felhő van az égen, a hídon egy autóbusz megy, és a híd alatt pedig hajó. Na most
nem nagyon jött össze két napig, a harmadik napon jött össze. Na most azt képzeljék el, hogy nem tudom hány ilyen vas ezén kell felmenni, úgyhogy már bocsánat, hogy a illemhelyre is csak egyszer mentünk, másztunk le, mert egy tortúra volt, de megvolt a kép. Tehát én megtanultam tőle azt, hogy ha törik, ha szakad, ha meg kell csinálni, azt meg kell csinálni. Tehát a főmesteremnek én Elnő bácsit tartom, és még egy mondatot, és mindig azt mondta, hogy fiam, tudod, itt mindenki szaladgál azért, hogy kiállítási képeket csináljon. Ha egy évben egyet csinálsz, akkor te egy boldog ember vagy. Tehát más volt az értéke a képnek, mondjuk az 50-es években, vagy a 40-es években. Nem vinném el nagyon a beszélgetést, de minden szaváról és mondatáról eszembe jut egy újabb történet. Tehát, hogy a Hollenczer Béláról például azt mondták, hogy a legvakmerőbb fényképész volt, akit a Föld hordott a hátán. Egy akkori világosítójával beszéltem, aki később maga is nemes fényképész lett. Az 50-es évek elején a Kossuth téren valamilyen felvonulást kellett fényképeznie. Fölment a második emeletre, kidugott egy pallót, a pallóra ráborította a szekrényt, a világosítónak azt mondta, hogy üljön rá a szekrényre, és ő meg kiment a palló legvégére, és onnan fényképezte rálátásból a felvonuló tömeget, de például, aki nem hiszi el, annak majd megmutatom a képet, adják meg az e-mail címüket, elküldöm. A Hollenczer Béla áll az épülő dunaújvárosi kohó harmadik számú kéményének a legtetején, egy háromlábú állvány 60 méter vagy 50 méter magasan, egy háromlábú állvány van a kémény legtetején, és ő ott a fekete kendő alatt áll mindenféle biztosítás és minden nélkül. Én azt gondolom, hogy a számomra például a fotótörténet és a fotomuzeológia ezekért az emberekért és ezekért a történetekért a fontos, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy itt most szétnézek, és 30 ember néz rám, döbbentem, hogy ki a franc az a Hollenczer Béla, pedig hát egyébként meg igen. És bocsánat, és még egy mondatot, mert ugye mindenről eszembe jut valami. Vadas Ernő, aki a 30-as években a legtehetségesebb fényképész volt, aki elnyerte a legnagyobb díjat a Kamera című lap pályázatán, annyi arany frank kapott érte, amennyiből fölépíthette a budai házát, amiben egészen addig... Ellensége is lett az egész szakma. Úgy van, de ennek még van története. Mennyire szokatlan fordulat. De mindegy, a lényeg, ami lényeg, hogy ezt az embert elvitték először munkaszolgálatba, és utána Mauthausenbe. És hogy azt mondják róla, hogy egyetlen egy éjszaka alatt őszült meg ez az ember. Élve hazajött. Na most bocsánat, de a Hollenzerről muszáj még két történetet elmondani. Elnézést. Az egyik az, hogy ezen a bizonyos Dunaújváros, illetve Sztálinváros, én voltam az a világosító, aki vele a Kukorica mezőn állt, és ott volt egy elvtárs, aki azt mondta, hogy itt álljunk meg, mert itt lesz a kohó. És mi álltunk egy kukorica mező közepén, Béla elővette a Lindhofját, az állványt, és fotografáltuk a kukorica mezőt. Ez is megvan fotóban, ez az egyik. A másik, hogy a szakmát hogy szerette, amikor előhívtuk, vagy ő előhívta a negatívját, 9x12-esen ilyen nagy géppel dolgozott, akkor a laborba így benyúlt a mellén zsebébe, és luttollakat vett elő, különböző formára vágottak, kisebbet, nagyot, és akkor elkezdte berajzolni a felhőket a negatívba, vörös vérluxóba, mert akkor nem volt Photoshop,
és gyönyörűen rajzolt, ezt nem tudom, hogy tudják, Karcsi. Gyönyörű grafikus is volt, tehát szóval olyan látása volt, bocsánat. Mert az apja is fényképész. Figyeljetek, annyira vicces, olyan vagytok, mint egy bocsánatkórus. Tehát itt azért vagyunk, hogy meghallgassuk a sztoriaitokat, tehát soha senki nem mondja azt, hogy bocsánat, mert eszébe jut egy isteni történet. Szóval annyit még Vadas Ernőt folytatva, hogy ugye haza került. Az ember azt gondolná, hogy egy megtört, elkeseredett, életunt ember. Ráadásul Vadas Ernőt államosították, ami önmagában egy abszurdum. Majd a Karcsi elmondja, hogy hogy ment az államosítás. Hát ezt én mindig megkérdezem, hogy hogy lehet az ember agyát államosítani, mert tulajdonképpen el lehet venni a fényképezőgépét, a labort, el is mindent. El is vették, de hát az agyát azt nem lehet államosítani. Elvették, de ezt elmondom, mert tudja Klári. Igen, tehát államosították, és hogy lett Éva a mestere, hogy a Magyar Fotó állami vállalathoz, mert ugye minden állami vállalat volt akkor, bezsuppolták a nagy generációt, és akkor ezek az emberek, Reizman Marian is például dolgozott ott, Langer, tehát akiket majd esetleg mutatunk egy mindenképpen képet, ezt akartam is kérni. Igen, erről. Ezek az emberek imádták a szakmát, szerették a fiatalokat, mindent elkövettek, hogy segítsenek nekik, kedvet csináltak, ráadásul még, mint államosítottakat, az úgynevezett fegyenc telepre tették. Ez a négyes telep volt a Magyar Fotó Szent István körúton, mert nem volt megengedett, hogy keveredjenek az elvtársakkal, akik... Mert polgári elemek voltak, ugye? De hogy értitek ezt? Nem értem, ezt pontosítsuk. Volt egy külön részlege a Magyar Fotónak, a Tanács körúton, vagy akkor nem tudom, hogy hívták éppen, ott volt a központ tanácskörút, és az államosítottak a Szent István körúton, a második emeleten egy volt államosított panzióban volt. Tehát, hogy külön nem, választották nem, ezeket a fotósokat, nehogy hogy a polgári szemlélettel megfertőzzék a kollektívát. 1951 van ekkor, vagy mi? Ez ne, én 50 végén kerültem. Igen. Oda, ez akkor volt. Na, hogy ment az államosítás? Jó éjszakát, gyerekek, remélem, hogy vagytok már. Tehát, hogy az történt, hogy ugye, amikor 45-46-ban a nagyvállalatokat és a nagybankokat államosították először. Második etapban államosították a 100 főnél többet foglalkoztató üzemeket, és a harmadik etapban az 48-49 volt az 5-10-20-30 fős üzemeket, csoportokat, mint mi fenét. Mindenkit, kivéve a fényképészeket, mert a fényképészeknél az egy emberként dolgozó Vadas Ernőt, akinek még segédje se volt, meg inasa se volt, azt is államosították azért, mert pontosan tudták már ők is, hogy a média és a fénykép mennyire fontos. Tehát, hogy gyakorlatilag bekényszerítették a karámba ezeket az embereket, elvették az önálló egzisztenciájukat, nem csak azzal, hogy bezabrálták a gépeiket, elvették az archívumukat és mindent, hanem lehetetlenné tették, hogy nyersanyaghoz jussanak, tehát nem lehetett venni így a boltban filmet, meg előhívót, meg papírt, hanem csak és kizárólag azoknak, akik a szövetkezetben vagy az állami vállalatban dolgoztak. Hihetetlen mocsok dolgok voltak, mert akik államosították ezeket a fényképészeket, azok sokkal tehetségtelenebb és irigyebb fényképészek voltak. Fényképészek voltak. Tehát, milyen igen. Meglepő ez is. Hát, azt szerettem volna kérdezni még ahhoz a történethez, hogy a Béla a pallón áll életét kockáztatva, hogy megcsinálja a képet, hogy ez hogy volt neked a pályád során? Mert ahhoz, hogy valaki kimenjen a pallóra, ahhoz egyrészt vakmerőség kell, másrészt pedig valami fajta
hivatástudat, szerintem annak az érzete, hogy én vagyok itt, én tudom megcsinálni, akkor nekem kötelességem megcsinálni, hogy ezt meg tudjam mutatni. Hogy neked hol voltak azok a tudatosulások, hogy te fotográfus vagy, hogy ennek van egy felelőssége, hogy ennek lehetőségei vannak, hogy a te kezedben van egy lehetőség egy adott pillanatban? A példára, hogy kínál a szekrény vagy a pallón, ilyenkor nincs, ilyenkor adrenalin van, és az ember nem tudja azt, hogy tulajdonképpen mit csinál, vagy mit nem. Hát én sohasem voltam egy nagyon vakmerő, vagy tornász, vagy testápoló, vagy bármi, és én úgy másztam fel az Operaház második emeleti világosító tornyába, mert onnan jó volt a kép, hogy nem is tudtam, vagy nem is gondoltam, az volt a jó, azt csináltam. Tehát ilyenkor a cél a lényeg, és teljesen mindegy, hogy jutok el oda. Bocsánat, csak eszembe jutott az analógiája, hogy a Minari Kede azt mondja, hogy kell egy csapat, a jó fényképészek azt mondják, hogy kell egy kép, és bármit megcsinálnak, és én ezt állítom, bármit megcsinálnak azért, hogy az az egy kép meglegyen. De olyankor van egy pillanat, aminek mondod az adrenalint, meg hogy van egy ilyen, picit egy ilyen őrülete, tehát ott nem kalkulál az ember azzal, amivel egyébként mikor átmegy a járdán, meg mit tudom én, vagy a zebrán, hanem egyszerűen az van, hogy én vagyok itt, most vagyok itt, ezt most meg kell csinálni. Mindez, amit te most elmondtál, eszembe se jutott soha. Tehát... kell egy kép, ahogy a Karcsi mondta. Tehát nekem az volt a dolgom, hogy ezt a kép, ezt megcsináljam. És mindegy, szóval azt akartam mondani, hogy az eszköz mindegy, de nem, mert ez hozzátartozik ahhoz, hogy például az én példámat mondjam. Jobba kellett lenni a tűzoltóval, a világosítóval, mindenkivel, azért, hogy ne tegyék oda lábukat, hogy hasra essek, hanem próbáljanak egy kicsit segíteni is. Tehát a mi munkánkat az emberi kapcsolatok nagyon-nagyon sokban segítik, és nagyon sokban gátolják. Mert például egy fotoriporter és egy rendőr kapcsolata sose lesz pozitív. De úgy kell viselkednie tulajdonképpen, hogy a rendőr ne akarjon minden állon lehetetleníteni a munkáját. Tehát ez pszichiátria, emberismeret, pszichológia, minden együtt. Beszéltünk az Éva mestereiről, hogy ki az, akitől technikát lehetett tanulni, és ki az, akitől emberséget, látásmódot, hogy annyira örültem, hogy mondtad, hogy te hozol képeket, hogy meg tudjuk most ezeket nézni, és... Remélem. Közben csak mondom a közönségnek, nem akarok ebbe egy icipicit sem agresszív lenni, hogy lehet, hogy jobb előről hallgatni, és itt van egy csomó szék, még hogyha úgy érzik, hogy kényelmesebb, vagy szívesen lennének közelebb az Éváékhoz, akkor nyugodtan az elsősorban és másodikban, harmadikban is, tehát hogy még lehet jönni, akinek hátulról messze van. És akkor most megnézzük a Klára képeit. Amit küldtem, azt a néhány képet, amit én küldtem a... Igen, azaz. Akkor szerintem, amíg megkeressük a képet, vagy meg is van, rögvestek? Szuper. Ez olyan jó, mert mintha mi lennénk a szupersztárok egy kicsit, ugye? Na, hogy mondd el, Léci, hogy kit látunk, és hogy ez miért csodás? Vadas Ernő van középen. Meg speciál az Éva valamiért nincs rajta. Biztos a Hollandzer Bélával voltatok. Biztos én csináltam a képet. Vagy te csináltad a képet, igen. Tehát ez mondjuk egy elég jellemző kép. Hát ez az, amiről beszélek, hogy íme a megőszült Vadas Ernő, aki államosított nagyvállalati dolgozóként húzza az igát, és nem ő szabja meg, hogy mit fényképez, hanem elküldik a leglehetetlenebb helyekre. Azt is mind alázattal és a legjobb tudása szerint fényképezi, elképesztő. Hadd kérdezzek hozzá, és akkor ez lehet, hogy ezt Éva, ezt te fogod jobban tudni, tehát hogy mondtátok, hogy ott voltatok ebbe a, mint hogy nevezzétek, fegyenctelepnek, igen, és hogy ők viszont nagyon nyitottak voltak arra, hogy fiatalokkal lenni, megtanítani őket, hogy te hogy emlékszel arra, milyen érzés volt velük lenni, tehát hogy nyilván volt egy
öröme annak, hogy átadják a tudást, és van, aki ezt tovább viszi, de hogy volt ennek egy nehézsége, egy szomorúsága, egy súlya, hogy tudod, hogy aki téged tanít, hogy miken ment keresztül, milyen veszteségek után ül ott és mondja neked, vagy hogy volt az a hangulat? Én nem hiszem, hogy ez így ráült volna erre a társaságra, mert ezek akármilyen furcsa és a fotósok nem nagyon szeretik egymást, de itt ezek szerették egymást. Tehát tulajdonképpen ez a 30-as éveknek a Karcsi jobban tudja, krémje volt ott, liberális gondolkozású, egyformán gondolkozó emberek voltak. A szakma különböző, mert volt köztük riporter, tárgyfotós, a Csörgő, az Egyner, aki épületeket, gépeket, szóval a szakma minden területéből. Na most nem én voltam az egyetlen fiatal, de ők valahogy úgy célul tűzték ki, hogy nevelnek egy új generációt, és neveltek is. Tovább mindjárt látni is lehet. Ugye, íme? Ez az MT-nek a Madács-téri központ. Ez volt a központ. Igen. Na most hagyd mondjam el, hogy nem csak arról híres, hogy Sólett volt, hanem hajnalig lehetett borozni és beszélgetni. És akkor még léptes, légy szíves. Na és akkor itt a lényeg, hogy... Ezt én kaptam a születésnap, 20. születésnapomon erről a társaságtól. Ugye üdvözöljük a legfiabbak szabad szakszervezének tagját születésnapja alkalmából, és ígérjük, hogy tovább tudásra adjuk neki. Az ott van, hogy ez a keleti egy maci, akinek a fejébe töltik. Na most ezeken az alán, hogy Langer Klári, Sándor Zsuzsa, Hollenzer Béla, Vadas Ernő, a Honzelenzer Béláné is ott van, és a Marian az a Reizma Marian. Tehát ezek voltak, és ezeknek tényleg az volt a céljuk, hogy minket megtanítsanak. Sándor, igen, hogy megtanítsanak. Azért ez gyönyörű, nem? Ez fantasztikus, ez az emlék. De hadd tegyek valamit hozzá, csak Évának mondom, Dalos Ágnes. Ja Istenem, ezt nem kellett volna ezt a szót kívánni. Igen, de azért, mert hogy ekkor már a legvadabb rákosi szocializmusban éltünk és működtünk, ebben az idő éltek és működtek, én még éppen készültem. Ez 51. Igen. És úgy működött a minden, hogy a legfelső csúcsvezető mindig egy hithű, ám de a szakmához nem értő kommunista volt, aki viszont saját maga jelentett, beszámolt. Megfigyelt. Igen. Ennek a korszaknak, az 50-es éveknek a legborzasztóbb periódusai voltak, ami körülbelül évente következett be, az úgynevezett racionalizálás, amikor ugye ez egy szó volt, hogy csökkentik a létszámot, és mindenkit, aki retkes fenekű volt, bocsánat, azokat ebben a racionalizálásban küldték el. Így sikadt el egy csomó ember, például a Bányász Anni, akit racionalizáltak, a Pálmai Szimon, tehát nagyon sokan tűntek el, és nem tudtak megkapaszkodni, mert a bélyeg rajtuk volt. Szerintetek az a vágy, hogy ez a liberálisan gondolkozó, nyitott közeg, akiktől idővel mindent elvettek, volt akitől az életét is, és ott vagyunk az 50-es években, és legalább lehet dolgozni. Tehát a tudás átadásának a vágya az olyasmi volt, mint mondjuk a haláltáborokból hazajött embereknek a vágya arra, hogy családjuk legyen. Tehát, hogy nem gondolom, hogy ez effektív egy revans lehetett, de az az érzet, hogy még élünk, és ezt tovább tudjuk adni. Tehát, hogy egy olyan közeg volt, hogy egy olyan értékrendet lehet megpróbálni átmenteni, aminek minden éppen ellenében dolgozik, de a ti nyitottságotok, ti fiatalok vagytok, és jöttök, és tanulni akartok, és folytatni kell. Tehát volt egy ilyen fajta hangulat? Tökéletesen. A hangulat nem volt, mert nem beszéltünk róla, tehát itt a falnak is füle van című dolog, de a cél az volt, hogy egy új, ezt mondtam is az előbb, egy új generációt neveljenek ki, hogy az ő vérükön, az ő tapasztalatukon, az ő életükön át, azért nagyon sok azonosság volt ugye a 40-es évek helyzetével és az 50-es években,
ben, tehát hogy ne éljék meg még egyszer azt, amit ők megéltek. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy éljen tovább a fotográfia, aminek hát a gyökerei, ugye itt már említettük a nagyok, akik elmentek Magyarországról, tehát akarták azt, hogy legyen magyar fotográfia. És sikerült nekik. Sikerült. Hát nem. Melyikünkkel nem értsz egyet? Most a Klárival, de nem azért, hanem mert én azt látom, 20 éve foglalkozom azzal, hogy kik azok a fényképészek, akik diszidáltak, emigráltak, elmentek Magyarországról, és külföldön bárhol, Amerikába, Franciaországba, Hollandiába ismertek, híresek vagy világhíresek lettek. Ezt ne keverjük össze, mert hogy mi nem bárkit világhírűnek hívunk, de azért, hogyha átmegyünk Hegyeshalomnál, és az első burgenlandi faluba valakitől megkérdezzük, hogy ki és nem ismeri, akkor kételkedhetünk, hogy valóban világhírű-e az ember. De lényeg, ami lényeg, hogy abból a hipotézisből indultam ki, hogy ezek a 20-as, 30-as években ezek az emberek itt tanultak Magyarországon, itt szocializálódtak, itt dolgoztak azonos szerkesztőségekben, azonos munkákat végeztek. És az egyik elment Amerikába, Berlinbe és aztán Amerikába, és világhírű lett. Igen, mondjuk Munkácsi Márton. A Munkácsi Márton együtt dolgozott az Eser Károllyal, ugyanabban a Pesti Napló szerkesztőségében, ugyanannyira tehetségesek voltak, ezt azért merem állítani, de az Eser Károly itt maradt, és annyira lokális az ismerettsége, annyira nincs megbecsülve, annyira nincs elismerve, bevíve a nemzetközi köztudatba, hogy őrület. És ebből alakítottam ki, azért hümmögtem, mert azt gondolom, hogy két tehetséges fényképész közül az lesz ismert és híres, akinek a vitorlájában hátszél van, akinek senki nem fújja a passzátszelet, az ott marad partikulárisan, de ugyanolyan tehetséges, ugyanolyan sokat dolgozott, ugyanakkora életműve van, ha nem nagyobb, és mégsem ismeri a kutya sem, és ez azért nagyon fontos. Tudod, mit szokott mondani a keletél, vagy mi kell az élethez? Kérdezünk. Szerencse. Én szerintem nem szerencsé. De Karcsi, most ne erről beszéljünk. De, mert beszélhetünk erről, mert ez a te életműved, de nagyon érdekes. Csak annyit akarok mondani, hogy maga most egy korról beszélt, ami 40-es évekkel lezárult, tehát azokról a magyar fotósokról beszél, akik 98%-ban zsidó származásúak, és mentek Hitler előbb Bécs, Berlin, Párizs, New York, aki el tudott menni. De én, akiket mondtam, ezek az úgynevezett 56-osok, akik elmentek, és ezek közül én nagyon meg tudom számolni a kezemen, hogy kik azok, akik megkapaszkodtak a világba, és idehaza hihetetlenül jók voltak, felkapottak voltak. Farkas Tamás, Munk Tomi, senki nem emlékszik már, Samai Antónia. De miért halt meg? Mert az na jó, ennek a történetét most ne itt meséljük. Várkonyi is. De a Kálmán Béla, a Szipál Márton, ezek is 56-ban mentek el, a Veres Tamás, és azért ők értek. A Veres Tamás maga ismeri, én nem ismerem. Jó. Bocsánat. A szövetkezet elnöke. Jó. Kicsit kivenném a privát vitátokból. Azt szeretném kérdezni, hogy mondtad, hogy... Tehát egy közegről beszélünk, meg egyfajta egymással jó barátságot ápoló. Ez, amit mondtuk, ez a liberális. A fotóban, ezek az értékek a fotóikban, hol jelennek meg ezek az értékek? Tehát hol tetten érhető az, hogyha valaki humanista, az, hogy nyitott, az, hogy világlátott, az, hogy... Tehát, hogy ezek a kvalitások, amit nagyon érzel egy társasági helyzetben, egy beszélgetésben, a fotón ennek hol van nyoma? Hát, ez szerintem elég bonyolult. Kíváncsi vagyok a Karcsi, mit mond rá, mert itt van zseniális vadesen. Esetleg még mehetünk tovább a vetítésbe, ugye itt az ifjú Éva, igen. De hogyha tovább lépsz egyel,
hogy itt van Kálmán Kata, Langer Klára. Oké, hogy kötelező témákról van szó, de mondjuk talán a legjobb a Vadas Ernő. A két háború között zászlóvivője volt a magyaros stílusnak. Az 50-es években gyönyörű képeket csinált ipari létesítményekbe, mert oda kellett mennie, és nagyon élvezte a dolgot, tehát, hogy egy kicsit azt hiszem, hogy a fotográfiai, a fotoesztétikai szemlélet az annyira erőteljesen kialakult, és olyan egységes volt, és olyan sikeres volt a két háború között, amiben ezek az emberek benne voltak, hát ők voltak az alakítói, hogy ezzel nem tudott mit kezdeni a Rákosi rendszer, meg nem is nagyon akart. Hadd mondjak, mielőtt a Karcsi, aki ennek a szakértője megszólal, hogy egy nem fogok szépet mondani tulajdonképpen, vagy jó. Káromkodni fog? Nem, hanem a mesteremről fogok nem szépet mondani, hogy az Ernő bácsihoz tartozott a magyaros stílus, ugye az SCH-val, muskátlis ablak, szép magyar tájak, gyöngyös bokréta, stb. De a Vadas Ernő megalakította a Vadas Ernő 50-es évek stílusát is, a nagy építkezésekről, a nagy beruházásokról. Hát, hogyha valaki igazán képet akar csinálni ilyet, akkor csak a Vadas Ernőt kérték fel az MTV-n belül, mert hihetetlen precizitással, pontossággal adta vissza azt, és most nem szép, amit mondok, amit vártak tőle. Tehát nem voltak ebbe a korban harcosok a fotósok, mert örültek, hogy élnek, és van havi fizetésük, mert nem volt maszek világ, vagy hogy dolgozzanak máshova. Ha egyszer az MT-től elküldték, akkor annyi, hogy elmehettek valahova máshova. Azt nem hoztam el, de van egy Csőgyár című képe, amiben olyan gyönyörűen jönnek-mennek a fények, olyan konstrukció a kompozíció, hogy nyilván kötelező feladat volt, de hát lehetett látni, hogy szerette azt a feladatot is. Tehát én erre gondoltam, hogy igen, a 30-as években kurrens volt a gyöngyös bokréta, és gyönyörűen megcsinálta. És az 50-es, 60-as években ez volt a kurrens. Tehát szép volt a nehézipar. Jó, de hát ez olyan, mint a festészet történetben ugyanebben a korszakban, tehát amikor diktált témák voltak, azért ott is lehetett érezni, hogy voltak minőségi különbségek, és voltak attitűdbeli különbségek, hiába volt kolhoz, lehetett érezni. Ettől, amit mondasz, Éva, hogy megadott témák voltak, meg mindenki örült annak, egyrészt, hogy él, hogy van munkája, hogy ettől létrejött ilyen kettős életműképzés, tehát volt az, ami a hivatalos, és nem. Csak a hivatalos volt, én úgy tudom, tehát én nem tapasztaltam azt. Nagyot ugrunk most, és amikor a rendszerváltás volt 1989, ugye addig nagyon sokan mondták, hogy nem engedték megjelenni a képemet, hű, mi van nálam, majd ha kinyitom a fiókot, és ki lehetett nyitni a fiókot, és üresek voltak a fiókok. Tehát ez egy nagyon komplikált dolog, és nem hiszem, hogy a ma estének ez lenne a témája. De te hogy emlékszel erre? Tehát, hogy szorítónak érezted azt az időszakot és a munkakörülményeket, vagy azt érezted, hogy egy csomó mindent meg lehet csinálni, és ott a tehetséged maximumával meg is csinálod, amik jönnek feladatnak? Nem hiszem, hogy szorítónak, szóval nem. Azt most vegyem a saját példámat. Ugye amikor én az MT-ben dolgoztam, akkor feladatokat kaptunk, és önállóságra, tehát önálló gondolkozásra nem nagyon volt lehetőség. Tehát minden napra egy tojás volt, hogy amikor két tojást is kellett csinálni, hogy érkezett, elutazott, megjött, kiment a repülőtérre, stb. Na most ezeken belül is lehetett azért valamit csinálni, tehát ki lehetett menni az utcára, tehát amikor szabadidőd volt, akkor persze, hogy elkezdtél dolgozni, de nem díjazták. Elmondjuk nekik, hogy működött az MT? Hát mondja el. Szóval hogy az volt, hogy
hogy rovatokra volt felosztva az MTI, különféle politikai, gazdasági... Bocsánat, ugye a Magyar Fotó Állami Vállalat utódja az MTI. Utóda. Igen. Tehát, hogy... Na, lényeg, ami lényeg, hogy rovatokra volt felosztva, minden rovathoz tartozott 5, 8, 10, 12 fényképész. Minden rovat megkapta a fotó főszerkesztőtől az aznapi vagy az aheti feladatot, amit ráosztottak emberekre. Onnan tudom, hogy én is ott ültem az illusztrációs rovatban ezelőtt 45 évvel, sakkoztam a Horling Roberttel, és vártuk azt, hogy, mert ügyeletesek voltunk, és vártuk azt, hogy betelefonál-e valamelyik eltárs. Hogy történjen valami. Igen, és akkor oda kellett menni. Ott kellett tartani a szekrénybe egy öltönyt, mert lehet, hogy azt telefonálták, hogy menni kell a parlamentbe fogadásra. Bocsánat, fekete nyakkendőnek is kellett lenni. Arra már nem emlékszem, de rég volt. De lényeg, ami lényeg, és de azt is mondták, hogy akkor most köszönj el, mert a Rafael Csabával elmész, és körbe kell fényképezni a Balaton körül az összes postahivatalt. Tehát, hogy ilyen típusú munkák voltak, de nem is ez az érdekes, hanem hogy a fényképészek megcsinálták, ráírták a nevüket, leadták a központi laborba. A központi laborba a nevükkel előhívták, majd aztán visszaadták azzal, hogy a fényképész az átvilágító asztalon saját maga kiixelhesse azokat a negatívokat, amiket nem tart jónak. Majd aztán ezután átkerült a rovatvezetőhöz, aki az illusztrációs rovatban pont az az ember volt, Gere Lásznak hívták, áldassék a neve, aki államosította a Vadas Ernőt is többek között, de még sok embert Lódenkabátban. És ez a Gere László fogta a luppét, ilyen fejluppe, átvilágítóasztal, és minden egyes negatív kockát átnézett, és amiben a legkisebb veszély volt, amiben a legkisebb olyan dolog történhetett, amiért megüthette a bokáját, azt vastagon fekete tussal áthúzta, átixelte. A negatívot soha többé nem lehetett használni. Majd aztán utána, ami megmaradt ixeletlenül, az bekerült az MTI archívba, amiből aztán onnan is kidobtak egy csomót. Akkor még volt még egy revízió, a Csonka és a Regepajtás, akik ezt a dolgot is felülvizsgálták, és ők már nagyított képet kaptak, és amit veszélyes tartottak, azt ők is megsemmisítették. Csak azért, hogy beszélünk ilyen vidáman, hogy tanítómester meg a legnagyobb elnyomás volt, csak az emberek mindig élni akartak, túlélni akartak, mint ahogy most is majd ez lesz. Hogy lehetett kiiktatni egyébként ezekből a képekből? Értem, hogy az ember alkalmazkodik a közeghez és az elvárásokhoz, de hogyha pont azt mondtuk az elején a beszélgetésnek, hogy mit tanul az ember a mestereitől, és az egyik, amit tanul, ez az a fajta emberség, vagy meglátni a pillanatban akár mondjuk egy játékosságot. Tehát, hogy mindenki kiiktatta ezeket a szempontrendszereket, és próbálta a legnatúrabb tényközlést csinálni, vagy azért belekerült az, hogy ki milyen alkat, ki milyen ember? Természetesen meg kellett felelni, mert élni akartunk, de mindenki meg tudta csinálni a képet közben. Tehát azért volt erre egy technika is, hogy jóba kellett lenni a laborossal, a hívóba, és azt mondani, na ezt a kockát vágjott ki. Vagy átment, mert meg kell mondanom, hogy a Regepajtást nem azért szerettük, mert olyan nagyon okos volt, mert semmilyen nem szerettük, de most az én kiállításomon is rengeteg 50-es évek kép került elő, ugye, mert beültünk az archívumba, és kezdtük keresni, és ott tapasztaltam azt, hogy tudtam a kép számát, és nincs. Tehát nincs meg. Kiemelték. És oda van írva, hogy Csonka, vagy nem tudom, Csorna Béla kiemelte, vagy Rege Sándor kiemelte. Tehát azután, hogy én már láttam, hogy ki lett szerkesztve, hogy talán ki is ment a sajtónak, valahol még egyszer ez ellenőrzésre került, és nincs. De ugyanakkor mégis
Most a kiállításra visszatérve, tehát 1956 nyara újonnan újra megtalált kép, Éva megint megesküdött, hogy nem, és ez egyébként ez jól mutatja azt, hogy tudja az ember, hogy jó a kép, meg hogy nyilván emlékszik a jó képre. Van, amikor emlékszik, van, amikor nem. És utólag nagyon örül, hogy ilyen jó képet csináltam. Na, tehát hogy remek kép, 1956 nyara, Mátraházi üdülő. Jöjjenek el, nézzék meg. Úgy néz ki, mint egy hollywoodi film jelenet. Tehát egyszerűen nem gondolnám, hogy Magyarországon, nem gondolnám, hogy 1956 nyarán. Úgyhogy ezek így együtt vannak ezek a dolgok, és még hagyd mondjak annyit, hogy Évával akkor kerültünk szerintem igazán szoros kapcsolatba, amikor ő mondta nekem, hogy Vince Mátyás, az MT egykori elnöke, aki azon kevés emberek közé tartozott, aki újságíró szerkesztő volt, és szerette a fotográfiát, úgyhogy hála neki, az ő neveit hangozzék el, és azt mondta, hogy csináljunk könyveket. És akkor az Éva azt mondta, hogy először csináljunk azoknak, akiknek én sokat köszönhettem, akik a mestereim, akiket talán már el is felejtenek. És akkor összeállítottuk a képanyagot, bementünk a elnök úrhoz, és azt mondta, hogy 50-es évek, hát ilyen derűs könyvet csináltok. Hát ez hogy létezik? Ráadásul az Éva írt egy beköszöntőt, ami úgy kezdődött, hogy ó, azok az 50-es évek. Miközben ez mind, amit itt elmondott a Karcsi, persze meg az Éva is, ez is mindig az volt. Csak hát ilyen az élet, hogy mindig úgy összekeverednek a dolgok. Igen, és még egyet nem szabad elfelejteni, hogy az, ó, azok az 50-es évek, akkor fiatalok voltunk. Amikor az előbb beszéltük az 50-es évekről, akkor valamelyikötök, talán az Éva mondta, hogy hát igenis, aztán még ráadásul a 40, tehát hasonlított a 40-es éveknek az érzetéhez, hogy Karcsi, lehet-e az, hogy amit mi beszéltünk korábban ehhez az esthez, hogy mondd el, hogy mi történt a 20-as években, mi alakultott ki, az milyen közeg volt, miért volt annyi nő egyébként az akkori fotográfiában, kik voltak ezek a nők, milyen családokból jöttek? Kicsit messzebbről kell kezdeni, és szubjektíven. Ez az első olyan nyilvános fórum, ahol ezt el fogom mesélni. Én úgy nőttem föl 1954-től 1988-ig, tehát 34 éven keresztül, hogy nem tudtam, hogy létezik olyan fogalom, hogy zsidó. Nem tudtam, hogy mi az, hogy zsidó. A családunkban nem hangzott el, a közéletben nem nagyon találkoztam vele, ha igen, akkor elsiklott. És 88-ban volt az Erdélyért tüntetés, hogyha emlékeznének rá, ez volt a rendszerváltást megelőző leges, legnagyobb tüntetés, több százezer ember a Hősök terén, és én ott egy fototörténész kollégámmal, akit most nem nevezek meg, de ismerjük sokan, a rendőrök odaszorítottak az ajtósi Dürer sor Rácsához. És ott ez a fiú azt mondta nekem, hogy Károly, engem most itt megölnek, vagy engem most itt megvernek, hát én nem is vagyok magyar. Mondom, te Tibor, hát magyarul beszélsz, magyar a neved. Hát nem, ő zsidó. És ez egy olyan hihetetlen szembesülés volt azzal, hogy itt élünk egy hazában, egy entitásban, és mégis az egyik ember így gondolkozik, a másik úgy, az egyiknek ilyen problémája van, a másiknak olyan, ott nyílt rá a szemem ezekre a problémákra, és ezekre a dolgokra. És amikor elkezdtem csinálni ezt Magyarországról emigrált fényképészeket, amelyek egészen 1849 óta van, tehát 8 emigrációs hullámban mentek el magyar emberek, és köztem magyar fényképészek is a világba, és nem mondom el, hogy melyik ez a 8, de a harmadik arról szólt, hogy azok az emberek Trianon után, akik egyrészről az egyharmadára csökkent országba beáramlottak az elcsatolt részekről, azok itt, ebben az egyharmadnyi országban egy olyan
válságot, túltermelési válságot okoztak gondolkozó, kreatív, művész fejekben, hogy nem bírta elviselni ez az ország, hiszen azok az emberek jöttek el leginkább, akik vagy hivatalt viseltek Trianon után elcsatolt részekbe, vagy szabad, független alkotó emberek voltak, akiket nem kötött semmi oda, akinek ott földje volt, kastélya volt, gyára volt, az, ha lehetett, nem jött még el akkor, amikor nem, ameddig nem volt muszáj. És itt állt Magyarország 1920-ban, 1920-21-ben úgy, hogy a pályaudvarokon vagonsorokban laktak korábbi főjegyzők, főispánok, tanárok, egyházfiak, művészek, és ezek az emberek nem találtak itt megélhetést. Nem csak azért, mert sokan voltak, hanem azért, mert a Horthy kormány kötelezően, mert hogy túl kellett élni ezt a traumát, én nem vagyok Horthy párti, de nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt egy vesztes háború után egy egyharmadára csonkolt országban egy másfélszeresére felduzzadt lakossággal az akkori kormány, és semmi más nem történt, mint egy ilyen óriási pulzálással kilökte a világba ezeket a könnyen mobilizálható, vagy viszonylag könnyen mobilizálható, nem konzervatív gondolkodású, hanem liberális, vagy baloldali, vagy csak egyszerűen kreatív embereket, mert hogy annak a kormányzatnak arra volt szüksége, hogy visszaforduljon a múltba, nyalogassa a sebeket, zsolozsmázzon az elmúlt dicsőségen, és azok a művészek és azok az emberek voltak igazán megbecsülve és államilag dotálva, akik kiszolgálták ezt a visszafelé forduló dolgot. Így ment ki a Moholy Nagy, így ment ki a Brassai, így ment ki a kicsit később a Kertész, és nagyon-nagyon-nagyon sokan még. És hát ezek az embereknek tényleg jól mondta valamelyiktek, hogy majdnem a 90%-a zsidó vagy zsidó származású volt még akkor is, hogyha nem vallotta be. André Kertész egész életében nem volt hajlandó elismerni, hogy még a papáját, és ő magát is 4 éves koráig konnak hívták. Hát pedig igen. Na, és akkor a 20-as éveknél vagyunk, és hogy miért van annyi nő? Ja, ide még akkor bejön egy olyan kép, mert hogy semmi sem egyforma, hanem ilyen, mint a lányom hajának a fonata sokféle dolgokból van összefonva, hogy 1920-ban meghozták a numerus clausus törvényt. Azt hisszük, hogy ez csak Magyarország és a magyar zsidók ellen való született, pedig nem. Amerikától, Németországig, Finnországtól, mi volt a legmeglepőbb, ahol szintén Angliáig voltak... Az nem meglepő szerintem. Voltak numerus clausus törvények, amelyek arról szóltak, hogy itt nálunk Magyarországon a zsidó származású emberek csak annyian mehetnek egyetemre, amennyi az egész lakossághoz viszonyított arányszám az egyetemen. Mert hogy arról volt szó, ugye, hogy a zsidó emberek tehetségesebbek voltak, vagy bizonyos dolgokban tehetségesebbek voltak, generációkon keresztül orvosok, ügyvédek, bankárok, közgazdasági szakemberek voltak, és ezért arányszámuknál nagyobb arányban voltak reprezentálva az egyetemeken. És ezt a katolikus ifjúság idézőjelben nehezen tolerálta, mert nagyon-nagyon nehéz volt bejutni az egyetemre. Őrségváltást hirdette. Igen, és úgy érezték, hogy ezek a zsidók veszik el előlünk a helyeket. Holott nem arról volt szó, mert hogyha 100 pont volt a felvételi, és ő csak 85-öt, akkor tök mindegy, hogy zsidó volt vagy nem. De mindegy, lényeg, ami lényeg, hogy meghozták ezt a törvényt. Ez a törvény nem csak a zsidó származásokat, hanem a nőket is
limitáltam, mert hogy attól tartott a kormányzat, hogy bizonyos szakmák, bizonyos dolgok elnőiesednek, és ezért a nők arányszámát is csökkentették, és akkor most hirtelen előjön, hogy eddig most a zsidó kérdésről beszéltünk, de most már gender kérdés is van, és hát igenis, nagyon is nagyon van. És azok a nők, akik egyébként vagy zsidó származások voltak, vagy nem, de nem kerülhettek be a kvóta miatt az egyetemre, azoknak az embereknek valami olyan foglalkozás után kellett nézni, amelyik nem esztergályos volt, meg földműves, hanem az értelmiségi, vagy az értelmiségi, vagy a művészléthez közel álló. És miután a fényképezés az ilyen volt, nagyon-nagyon-nagyon sok fiatal lány, ahelyett, hogy elment volna az orvosi egyetemre, mint például a Rezma Marian, akinek az apja alapította a szombathelyi Markusovszki kórházat, és a leghíresebb szülészorvosok egyike volt, de a lányából már nem mehetett egyetemre. És akkor el kellett neki mennie fényképezésre, tanulnia a Münchenbe, és ott elvégezte az iskolát. Más kérdés persze, hogy elvégezte a fotó főiskolát Münchenbe, hazajött, és nem engedték dolgozni, mert hogy nem volt meg a tanonc, segéd, mester. Hadd kérdezek valamit, mert olyan érdekes, hogy az estének van egy olyan dinamikája, hogy amiben a Klára ilyen nagyon hát életigenlő, oda a Karcsi mindig bejön lábjegyzetekkel, hogy azért ez, még mi minden tartozik a teljes képezés. Igen. Igen. Jó rendőr. Igen. Te csak hallgatod ezt a vitát a fértfület. De, hogy nem tudjuk elégszer ajánlani az Éva kiállítását, ami 11-én nyílik. 10-én nyílik, 11-től látható. 11-től látható. De én ugyanilyen jó szívvel ajánlom a Budapesti Történeti Múzeumban az Au Revoir kiállítást, ahol ez az korszak, amiről most a Karcsi beszélt, onnan tulajdonképpen a jelenkorig a magyar javarész zsidó fotós emigráció teljesítménye a világban, így tudnám összefoglalni. Tehát kifejezetten Franciaország. Igen, Franciaországból, bocsánat, igen, tehát a Franciaországra, Párizs és egyéb francia városok. Na most, és amikor én abba tartottam egy vezetést, tartottunk a vezetést Topor Tündével 2 hete, és a katalógusból felkészültem, és pont olvastam egy idézetet tőled, amiben azt mondod, hogy akkor legyen annak, amit te mondasz, ami igaz, egyel pozitívabb verziója is, amiben az volt, hogy vannak ezek a polgári javarész zsidó családok, ahol az a kornak az az üzenete, hogy egy nő is lehet önmegvalósító, egy nő is vágyhat arra, hogy eltartja önmagát. Ezekhez az ideákhoz, amihez kapcsolódott akkor az egész testmozgásnak lett egy ilyen új és abszolút önkifejező kultúrája, amihez rengetegen kapcsolódtak csajok ezekből a polgári zsidó családokból. Nekik egyébként az az opció, hogy fotózni lehet, az tök passzolt a gondolkodás mondjuk az a hátterükhöz, ez a felvilágosult női ideához. Tehát, hogy ez is benne volt, nem csak, persze abban a tanulmányban is benne van a numerus clausus, tehát nem akarom kicsit kirózsaszínisíteni, igazán nem, csak hogy volt benne valami közegszerű evidencia. Ez egy kellemes kényszer is lehetett, és nagyon sokszor az lett. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy az élet hogy van, hogy az emberek vannak nagy vágyai, onnan elpofozza a sors, és kiderül, hogy lehet, hogy egy másik pályán jobban meg tudom magam valósítani, vagy jobban rá tudok találni. És azért mindenben igaza van a Karcsinak, de tényleg valószínűleg a Rezma Marian egy kiváló orvos lett volna, de én személy szerint nagyon örülök, hogy fotográfus lett. Most csak egyetlen egy mondatot szeretném, most nem a Klárit akarom erősíteni, se nem a Karcsit, hanem saját példát hagy mondjak el, hogy az én azt hiszem másodunokatestvérem, és sose tudom megfejteni, mert csak úgy tudom elmondani, hogy a nagymamám és akiről beszélni akarok, Miklós Jutka, testvérek voltak, hogy nekem rokonom, vérrokonom, de hogy ez unokatestvérem milyen fokon, ezt nem tudom. Ő is fényképész volt, illetve fotoriporter volt, millió kalanddal és mindennel, de ő a 900-as évek elején, illetve a 1900
891 néhányban szerezte meg az ipart, mert akkor az kellett hozzá. Tehát valahol az értelmiségi nőkben is volt, ugye költő volt mellette, mindenféléket csinált. A Nagyváradi Holnapnak. A holnapos tagja volt. Igen, a holnaposok tagja volt. Nyoma lesz. Igen, holnaposok voltak, és gyönyörűen fotografált. Tehát volt egy, talán volt a nőknek egy ilyen kifejezési módja, vagy lehetősége, hogy kitörjön, hogy ő is megmutassa. Tehát nem biztos, hogy politikai, vagy vallási, vagy menekülési, legalábbis az elején, mondjuk a század elején, hanem hogy letegyünk valamit, és ez volt a legegyszerűbb, a fotografálás. Mint ahogy ugye annyiszor beszéltünk róla, hogy azért választották sokan a fotografálást, mert egy nemzetközi nyelv, tehát nem kellett hozzá sem angolul, sem németül semmit tudni, le kellett tenni a képet, jó volt, nem jó, megvették, nem vették. Tehát sok minden aspektusa van ennek. Benned nem merült föl, hogy megpróbált külföldön? Soha, soha. Azt ne felejtsd el, hogy én ebbe az átkos vagy gyönyörű 50-es évekbe mentem férhez, szültem a két gyereket, tehát minden ide kötött engem, úgyhogy nem. De ezt el is mondhatjuk, hogy 56-ba Misikét rángattátok az előszobában. Tehát akkor volt 56. október és november 11 hónapos a fiam, és a férjem az filmoperatőr volt, és érte jöttek Bécsből a Tönende Wochenschautól, és állással mindennel együtt, hogy menjünk, és akkor nem akartunk menni, ugye idősebb szülők is voltak, hosszú történet, és akkor fogta az otópám, mert az én fiamat is karjába vette, hogy akkor ő viszi a gyereket. Mi meg húztuk vissza, úgyhogy a gyereket, mint a kaukázusi krétakörbe húztuk ide-oda, úgyhogy most már mosolygunk rajta, akkor ez sokkal tragikusabb volt. De hogy is mondjam, egyensúlyban is vagy ezzel a döntéssel? Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy mi lett volna, biztos nagyon gazdag lettem volna, mert az állás, amit a férjem kapott volna, az nagyon nagy lett. Én valószínűleg házi asszony lettem volna, és neveltem volna a gyerekeket. Nagyon sok minden, és nagyon gyakran, főleg itt az életem vége fele gondolkozom azon, hogy mi lett volna, ha. De felesleges ezen gondolkozni, ez van, és ennek kell örülni. Na, de nem az lett, hogy nagyon jól felnevelted a gyerekeket, és közben dolgoztál, és építettél egy életművet, hogy igaziból még te nem meséltél képekről, úgyhogy légy szíves, meséld el azokat a képek. Nem, még van. Van a vég. Ugye ez az a könyv, amiről beszéltem, és most ez, hogy mondjak szépet az Éváról itt előtte, nem csak a hátam mögött, hogy tényleg ezt csináltuk először együtt, amikor, hát régebb óta ismerjük persze egymást, de amikor komolyan is dolgoztunk együtt, és számomra nagyon megindító volt, hogy milyen szeretettel beszélt a régi kollégáiról, a mestereiről, egyáltalában az egész szakmáról, a szakmához való hozzáállásról, és még a tanulásról, tehát hogy oké, hogy technikát is, meg sok mindent, de például azt, hogy kell felöltözni, hogy az ember, ha elmegy fényképezni, akkor ott milyennek kell mutatnia magát, hogy komolyan vegyék, hogy kell viselkedni, hogy kell köszönni, tehát hogy... Egyáltalán köszönni kell. Igen. Hogy ezeket a polgári gesztusokat vitték tovább. Tehát ilyen értelemben is mondom én, hogy azért sikerült nekik. Tehát, én is azt gondolom. Ugye? Abszolút. Na és akkor még azt hiszem egy van. Tehát, hogy ugye itt róluk van szó. Szóval ezt hívják egy nagy generációnak, akit itt most... Így van, Karcsi? Igen, de még hiányoznak belőle. Hát hiányoznak. Sajnos nagy terveink voltak, még vannak könyvek, csak már nem akartam ezzel elrabolni az időt. Tehát kitaláltunk egy sorozatot riportművészet címmel, amit először az MTI archívumából csináltunk volna meg. Nem tudom, fölírtunk körülbelül 20 nevet,
5 könyvet előkészítettünk, 2 tudott megjelenni, aztán már nem Vince Mátyás volt az elnöke az MTI-nek, és azóta... Aztán már az MTI. Azóta stagnál a projektünk. Karcsi, ott van az a sok 10 000, 100 000 negatív, ami egy olyan kincs, amit elmondani nem lehet. És hogyha én elmegyek, Karcsi, akkor senki se fogja tudni, hogy a 10-es szobában vannak a dolgok. Amíg el nem hozzák onnan, és akkor már... Akkor már az sem. Igen. Nézzük akkor szerintem az Éva képeit, és légy szíves, mesélj arról majd párat, hogy... Hát ne pont ezzel kezdjük. Pedig nagyobb tanulságos kérdés. Na. Álljál valahol meg, jó? Ez itt nagyon izgi, ez mi? Tersánszki Józsi Jenő, amikor nála voltam fotografálni, és mentünk el, és egy tánciskola volt a közelbe, kiszólt a zene, és azt mondta, hogy menjünk be, nézzük meg, hogy mi van ott. És rögtön elkezdtünk ő is táncolni, meg én is, csak én előbb még fotografáltam is. Illetve bocsánat, ugye ő neki költő volt, de zenész is, és volt egy kis együttese, tehát ő zenélt is, és hát ilyen fiatal lányok valahogy éppen őket vonzotta be, vagy próbálta bevonzani. Nem csak a Gotár Pétert, hanem őt is vonzották. Na ez az én egyik kedvenc képem, ez 50-es évek elején azt a feladatot kaptam az MT-től, hogy menjek ki a fedett uszodába, és hozzak egy riportot. Hát ez mondjuk elég tág téma volt, és ahogy mentem, ott bókláztam, egyszerre hallottam, hogy valaki azt mondja rendszeresen, hogy egy-kettő. És mentem a hang után, és lógott a parafa, ilyen, akkor úgy tanítottak úszni, ez az idősebb úr, és hát ha rossz volt, akkor egy kicsit megmerítette a vízbe az oktató, és akkor én őt lefotografáltam, és mikor a Budapest Galériában volt a kiállításom, akkor utána egy pár héttel jelentkezett egy fiú, hogy az egész biztos az ő nagypapája, és hogy két képet tőle, vagy róla. Látod, Nora életkorral kezdted, hát soha nem késő elkezdeni. Igen. Valamit. Ez Vas István és Szántó Piroska. Igazi költői környezetben, mert ha képet csináltunk íróról, akkor nem volt olyan sarka a lakásnak, ahol ne legyen könyvtár, úgyhogy a magyar irodalom legjobbjai tisztelet Molnár Editnek, aki nagyon szép és hihetetlen íróportrékat csinált, általában könyvtár vagy előtt készültek. Ők egy jó hangulatú pár voltak? Hogy emlékszel vissza erre? Hogy? Egy jó hangulatú pár nagyon, voltak? Nagyon, nagyon. A Szántó Piroska nem volt hajlandó addig bejönni, amíg a Vas István nem engedtem meg, és akkor is azt mondta, hogy Piroska kávé, úgyhogy... De jól értek. Lehet, hogy ez egy teljesen privát és félrevezető megjegyzés, vagy lehet, hogy nem jól látom, de hogy olyan, mintha Vas István egy sokkal szebb férfi lett volna. A Piroska nem volt egy szép nő, de szóval, hogy ez de nem... De viszont sokkal nagyon-nagyon jó grafikus volt. Azt tudom, de most, igen, mint házaspár kérdezem jól őket. Jól voltak, jól, jól. De hát, hogy szépnek nevezed ezt az embert, tehát igen. Hónom aljáig ért körülbelül, csontkopasz volt. Dehogy is. Erről nem nyitok vitát. Egy gyönyörű feje azt van. Mondani, meg kell mondani. Igen, benne valami. Ezt akartam mondani. Mondom, hogy miért mentem el hozzá. Akkor játszották a Egy szerelem 3 éjszakáját, amihez a Vas István írta a verseket, ránk ki a zenéjét, és én úgy imádtam a számokat, az egész történetet, hogy kíváncsi voltam erre az emberre. Meg kell mondanom, hogy egész mást vártam, én egy romantikus a férfit vártam. Én valahol a Karcsival értek egyet, hogy nem annyira vonzó, de... Nem hát baj, nagyon... nekünk Klárával jó, bejön a Vas István. Hát, különböző. Átadom. És átadom. A műfordításai, szóval... Az más. Értem. Igen. Nekem egybe van, jó, nem jó. Mint férfi, megosztjuk, mint költőt nem adjuk. Jó, oké. Jó? Mehetünk.
ez három generáció, ez a Benedekek, ez a öreg Benedek, a Marcel. Szóval nem az Elek, az már akkor nem ért. A Marcel, aki pipával áll, az az orvos, az Benedek István, aki a aranyketrec, ahol a karinti sikertelenebb fia nevelkedett, és a álló nevetős alak pedig a Benedek István, aki a Nemzeti Színház fődramaturgja volt. Bár, ma ne haragudj, tehát aki ül? Marcel. Magyar Marcel. Igen. Ráadásul a, egy szabadkőműves pálainak a nagy, a öreg, az a nagypálainak volt az erdő. Igen. Igen, István és András. András. A pipával. Igen. Aha. És az orientál. Mehetünk tovább. Ez a Darvas Iván, ha ismerik a történetet, akkor nem mondom el. Nem. Szerintem mondd el. Ez 1957. februárja, ez a bizonyos telefoncsöngés, hogy felhívott a Darvas Iván telefonon, hogy ha mint szabad ember akarsz még rólam képet csinálni, akkor gyere. Mert tudta azt, hogy a gerostáni nagyherceglő forgatása után letartóztatják, és én kimentem hozzá, ott a Hármas Határhegyen lakott egy albérletbe, és bármit kérhettem tőle, mindent megcsinált, és kimentünk az erdőbe fotografálni. A Kalmár Maria, aki aztán később maneken lett, az volt a világosítom, és ahogy mentünk, jött egy kordé egy szamárral, és mondtam, hogy Iván, és szamaragulni is hajlandó vagy? Azt mondja, persze. És az öreg bácsi lekapcsolta a kordét, Iván felpattant a szamárra, és így készült a kép. Egyébként olyan ez a kép egy kicsit, mintha azt is illusztrálni akarná, amit te mondtál, Karcsi, hogy azért itt két karrierút volt, és aki egy adott ponton ment, az ugyanazzal a mennyiségű tehetséggel valaki az egész világot megcsinálta, tehát hogy Darvas Iván, mint tehetség, mint férfi szépség egyébként. Megoldhatta volna az egész világot. Az nem? Egész világot, és olyan, mintha ez az egész Magyarországon rekedtségnek lenne a képe, hogy ő nem egy gyönyörű paripán ül, hanem egy ilyen aranyos kis roskata, szerencsétlen szamáron, igen. Hogy ebben nagyon sűrűsödik szerintem valami. A dutyiba kerül. És innen a börtönbe ment. Igen. Oké, következő. Na, nekem van egy hobbim, hogy akit én színészt vagy híres embert fára tudok másztatni, az mindenre hajlandó. Úgyhogy van egy sorozat, ahol elég jó színészek ülnek vagy másznak a fán. Ez a Béres Ili, jöhetsz a következőre. Kálai Ferenc, mehetsz tovább csak. Kálmán György, még Tordai Teri. És még van egy csomó, tehát csak azt akarom mondani, hogy én nem tudom, hát nem azt mondom, hogy nem fiatalok ülnek, de mondjuk középkortól mondanak még ezek a nevek, mert nekem mindig ez az érzésem, hogy én beszélek színészekről, emberekről. Persze, hogy mondaná. Tessék? Persze, hogy mondaná. Nem olyan persze. Úgy értem, hogy szerintem itt persze. Itt igen. Amúgy persze, én is tudom. A Színművészeti Főiskolán az Avar Pista azért hagyta abba a tanítást, mert az első órán beszélt a magyar beszéd szépségéről, és mondta, hogy nem biztos, hogy tökéletesen kell. Például a Pécsi Sándor, aki pössze volt, és látta a 13 növendéken, hogy nem tudják, hogy ki a Pécsi Sándor. Hadd kérdezzem meg a fáramászatás mániádat, igen. Hogy ebbe az is benne volt, hogy emberek, akiket rommá fotóztak akkoriból, hogy akkor valami új helyzetbe hozod, akkor ő egy frissebb arcát mutatja? Emberi arcát mutatja, tehát neki is inog a lába alatt a fa, nem tudja viselni magát, hogy én most sztár vagyok. Úgyhogy most ezt azért én már nem mászok fára, és most már az új képeken egy párat csak úgy neki támasztok a fának. Hát azért van, aki fölmászott a fiatalabb generációból, nem áruljuk el, igen. Van még fán alany ide is. Igen. És egyébként még hagyd mondjak annyit, hogy
amikor nézegettük ezeket a képeket, mikor a Budapest Galéria kiállításra készültünk, hát én nagyon megörültem. És mondta az Éva, hogy ezek olyan érdekesek, hát itt igazából azért ez volt a tét, hogy kipróbálom, hogy fölmegye a fára, hogy utána még miket kérhetek tőle. Igen, ez a Törőcsik Mari. Van még? Van. Kell lenni. Hofi. Na most ezek nem művészi értékű képek, ezek én szerintem is azért is hoztam el, hogy műterembe, ugye az ember steril környezetben megpróbálja az életet oda varázsolni. Tehát én vittem fel híres balettáncosokat a műterembe, Magnóra, a zenére, és eltáncolták ott a darabot. Itt a Hofi ugyanez volt, hogy eljátszotta nekem azt a jelenetet, ami más közeg, mint szóval sterilebb közeg. Én jobban tudtam. Bocsánat, az Éva mindig leszólja a saját műtermi felvételeit, nagyon jó műtermi felvételei vannak, és egyébként, hogy a színészeket, vagy akik a szerepléshez vannak szokva, ez mennyire nem zavarja, hogy nekem az egyik kedvencem, mert az Alfonzót amúgy is imádtam, van egy Alfonzó sorozata, amikor nem műterembe, elment az Alfonzó lakására, és ott az Alfonzó a nagybödönnel, a szitával, a szűrővel, a konyhai eszközökkel egy olyan sót játszott el az Évának, tehát arról van egy olyan fantasztikus sorozata. Ami ott van a kiállításon? Metro Goldwyn Mayer. Most nem lesz. Most a Budapest Galériában volt. Tehát, hogy tudják, el tudják saját magukat játszani. Van még? Van. Na ez a... Ez a politika, ennek mondjuk ma már semmiféle olyan izgalma nincs. Amikor én ezt megcsináltam, akkor na látod, erre tudok mondani, hogy a szívem a gyomromba dobogott, mert úgy tulajdonképpen abban az időben ez a népiesek, urbánusok kérdés ugye eléggé az irodalomban éles volt, és hát ugye ezek a Németh László, meg az Illés, ez nem a Gyula, hanem az Illés Endre, bocsánat, Kádárral ilyen összedugták a fejüket, és tulajdonképpen, amikor a kollégáim látták, azt mondták, ezek a nevető gyilkosok mondták, mert most beszélték meg, hogy kit fognak kinyírni legközelebb. De én ezt pozitívan nézem. Mondjuk hozzáteszem, hogy a pártállam első embere feladatának érezte, hogy az író szövetség közgyűlésén ott legyen, és kvázi barátkozzon az író elvtársakkal. Elképzelhető volt, hogy színházba is elment. Na most ez Karinti, az egyik Karinti, Ferenc, papucsba és Lukas Zokniba. Otthon? Otthon. Tehát a saját könyvtára? Saját könyvtára, plafonig, két szoba. Mondom, hogy írott könyv nélkül nem lehet fotografálni. Egy picit kérhetünk nagyobb csendet, mert én néha egy jobban, kevésbé hallom az Évát, mint önöket. Igen? Ennyi nem tudok más mondani, mehetünk tovább. Igen? Ez egy ilyen titokzatos, nem titokzatos, ez az Orson Welles. És ez egy olyan kép, Karcsi, amit nem feladatként végeztem el, mert fenn voltam a Citadellán azért, hogy a valamelyik pincéről csináljak egy riportot, és kérdeztem, hogy ki ez az úr, aki ott ül. Hát ez három napja ül, és csak iszik. Látszik, hogy két pohár bor van az asztalán, és hogy az Orson Welles. Na most, hogy akkor én a 60-as évek elején ezt a képet kiküldöm nyugatra, akkor én most nem itt ülnék, annyi pénzem lenne. Hát ez komoly. Hogy került ide az Orson Welles? Azt ki tudja, szerelmes volt valakibe. És de úgy látom, nem egy jó sztori volt. Nem. Igen. Mehet.
Na most ez a kép, úgyhogy én most már kezdem nem szeretni, de nagyon szeretem, szóval a történetet nem mesélem, de ennek a végső kikcsengése az volt, hogy ez az Éva Rutkainak a hálószobájában volt, és az éjjeli szekrényén volt az a kép, amit a kezükbe tartanak. Amit szintén te csináltál. Amit én csináltam, igen, és akkor mondtam az Évának, hogy vedd a kezedbe, és kezébe vette, és automatikusan mind a ketten felültek az ablakpárkányra, és abban másodpercben hát rádöbbentek, nem akarok ilyen nagy szavakat használni, hogy Uramisten, hogy mi minden történt azóta, hogy ez a kép megszületett, a Rómeó és Júlia, és most itt már akkor ők mentek széllyel, tehát nem, már nem volt a szerelem a tetőpontján. A Latinovics már nincs is jelen, ez az utolsó képek egyike volt. Az Éván látszik az az Uramisten, hogy hol vagyunk. Tessék? A döbbenet. Azt hiszem ez az utolsó van még. Ez Steinbeck. Elég, pont az MTI segítségével én elég sok írót tudtam fotografálni, akik itt Magyarországon, ugye a 60-as évek elején divat volt Magyarországra jönni, nyugatról is, és keletről is, úgyhogy Ehrenburgtól Terzve, Szimonovon keresztül, nagyon nem is tudom, hogy kik vannak meg. A Pen Club szervezte ezeket a dolgokat, igen. És akkor a Boldizsár Iván volt a Pen Club, igen. Az elnök, és rengeteg író, a Román Gary, nem tudom ki, rengetegen voltak itt, úgyhogy... Ez egy dedikálása, mit láthatólag már nagyon un. Utált. És hagyd mondjam, amit most kicsi szakmai, hogy van a Steinbecknek egy fantasztikus könyve, amit Kappával, Robert Kappával 48-ban készítettek egy Szovjetunió utazás, és utána maradt itt Pesten, vagy előtte maradt, volt itt Pesten a Kappa, és csinálta a Budapest sorozatát. Szóval, hogy a Kappa nem nagyon tartotta a saját magyarságát valami értéknek, és miután már az anyja is kim volt New Yorkban, a testvére is kim volt, nem, semmi nem kötötte gyakorlatilag ide. Egyetlen egyszer jött ide három hétre egy riportra, és akkor innen ment aztán Ukrajnába és... igen. És 48 darab képet a múzeum kapott Keleti Évától. Ha nem adom oda, akkor is gazdag lennék. Van még az Éva anyagában? Nem tudom, milyen... Nem. Jó, akkor csak hadd kérdezek egyet az Évától, és aztán egyet a Karcsitól. Éva, tőled azt szeretném, hogy... Az, hogy ennyi színházi embert a korban abszolút magyar sztárokat fényképeztél, lett is egy olyan híred közöttük, hogy ez mindig jó, amikor az Éva jön, mert akkor azt általában szerették önmagukat viszont látni? Most legyek nagyképű, és nem, mondom hát azt, csak hogy legyél igen, önmagad. Igen. Szóval azt mondták, hogy ha én ott vagyok egy főpróbán, és még egyszer eljövök, akkor az biztos siker. Jó, és akkor a Karcsitól szeretnék egyet lassan, így lezárjuk, úgy érzékelem, hogy időben úgy vagyunk, hogy a képek, amik között ülünk, azt egy picit kérlek, hogy a Kárász Juditot pont abba helyezzük el, amiről beszéltünk, tehát, hogy nők, a emigráció, a benne lenni a nagy körökbe, a Moholy nagygyal együtt a Bauhausban, tehát, hogy mi ez az anyag, amiben ülünk egyébként, ami tök kapcsolódik az egész esti beszélgetéshez? Nagyon késő van, és ezért azt gondolom, olvassák el azt a táblát, nagyon sok minden rajta van. Én sokkal inkább
nagyon röviden az emberi oldalát szeretném megragadni. Van egy tehetséges fiatal lány, aki bekerül egy baloldali értelmiségi körbe Szegeden, ahol akkoriban ténylegesen nagyon-nagyon aktív szellemi élet folyt, mind grafikailag, mind költészetben, mind szociográfiában, vagy falukutatásban. Ez a lány megmártózott, egy kicsit azt kezdte érezni, hogy a helyén van, hogy az ő baloldali elkötelezettsége, az ő származása, az ő habitusa találkozik ezekkel a szegény és nem jó körülmények között élő emberekkel, és csinált egy nagyon-nagyon sok szociófotót. Ebből született élete egyetlen igazi önálló kiállítása, ami az életében történt. És aztán utána azt gondolta, hogy nincs itt helye. Tehát amit elmondtam, hogy ez a rendszer, az a rendszer nem tűrte meg a szabadon gondolkozó, önállóan döntő személyiségeket. Ő is elment, jelentkezett Dessauba, a Bauhausra. Föl is vették, de nem járt még oda, hanem még Párizsban tanult és dolgozott 2 évig, és aztán ment a Bauhausba tanulni, ahol nagyon sok magyar vagy magyar származású nővel tulajdonképpen fényképezett együtt, a Blücherénnel, most nem jut eszembe, Fodorettel. De akkor már a Moholy nem volt, mert hogy a Peter Hans volt a mestere. És akkor ezzel a tudással, tehát azzal a szociográfiai indítatással, azzal a baloldali lendülettel, azzal a tudás, látás tanulással, amit a Bauhausban megtanult, hirtelen azt vette észre, hogy Hitlert kancellárrá választotta ez az ország, megbukott a Weimari köztársaság, nem volt neki ott már többé helye abba az országba, és akkor innentől fogva minden, amit csinált, példaértékű egy kallódó ember élete és saját maga általi öngyilkolása. Szóval, hogy ez az élete története. Én még ismertem, beszéltem vele viszonylag idős korában. Egy hihetetlenül szikrázó agyú, nagyon rövidre vágott hajú, reketre cigarettázott hangú, nagyon-nagyon vonzó, nagy aurájú nő volt, aki időről időre pedig teljesen egyedül maradt, szóval, hogy ezt a színuszgörbét olyan mélyen élte meg és járta végig, és az egyik ilyen görbe alsó pontján azt mondta, hogy elég. Jó egyébként, hogy mondtad, hogy tényleg mindenki olvassa, mert ez egy nagyon jó összefoglalás, meg mindenki nézze meg a képeket, de hadd az Évával zárjuk ezt az estet, aminek ő a centruma és a főszereplője. Hogy lehet, hogy eddig is zavarba jöttél a dicséretektől, és akkor ez ebbe a vonalba fog illeszkedni. De oké, hogy az elején azt mondtad, hogy éppen 250 évesnek érzed magad, de olyan sok érdekes női, alkotói életművet néztem így az elmúlt években, és fantasztikus, hogy micsoda életkorokat élnek meg, nagyon aktívan ezek a van egy olyan képzetem, hogy az, hogyha az embernek van egy dolga, megtalálja azt, ami tényleg az övé az életben, és azt csinálja, az valahogy konzerválja. Tehát, hogy te nem 250 évesnek nézel ki, hanem nagyon, nagyon jó energiáid vannak, hogy... Szépen ez a gének, amit örököltem. De hogy szerinted ebbe benne van az, hogy van egy dolog, amit ennyire szeretsz csinálni, és ami újra ekkora élvezetet ad neked? Valószínűleg, hogy abszolút igazad van. Az egyik unokám szokta azt mondani, hogy te soha se tudsz nemet mondani. Vissza kellene fogni magam, de én úgy érzem, hogy
annyi minden van még bennem, vagy annyi gondolat van még, vagy esetleg van még bennem más kép, más gondolat, hogy automatikusan teszek érte. Most nem kozmetikushoz járok, és nem ilyesmire gondolok, hanem olvasok, színházba járok, nagyon sokat járok koncertre, rengeteket tornászom, hogy valahogy karba tartsam magam. Tehát a célom az, és most valamiről olyat fogok mondani, amit tulajdonképpen nem beszéltünk, hogy én iszonyatosan családkoncentrikus vagyok, és tulajdonképpen mindig azt mondom, hogy egy kicsit elvonom, vagy elszívom az én utódaimtól az energiát, hogy ez bennem felfrissüljön. És nagyon jó dolog az, hogyha a unokák, vagy inkább most már a dédunokák odaülnek, és azt mondják, hogy mesélj. És akkor én nem piroska és farkast mesélek, hanem az életem különböző szakaszait, amit van, aki nagyon hamar otthagy és elmegy játszani, van 2-3, aki aztán hallgatja. És legyen ez a végszó, jó? Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és tényleg szívesen látok mindenkit, hogy jöjjön a kiállításra megnézni. Nagyon szépen köszönöm én is, neked is, Éva, Klára, neked is, Karcsi, neked is. Fantasztikus volt, tényleg. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.